Az avasi borangolás minden évben nagy sikert arat Miskolcon. A fesztivál híre az országot is bejárta. Idén is gyémánt díjat kapott az országos városmarketing versenyen. Ezzel együtt júniusban 9 gyémántot zsebelt be a város. Van 9-szeres gyémánt díjas nevezőnk, mégpedig Miskolc megyei jogú város önkormányzata. Júniusban az országos városmarketing versenyen ismét tarolt Miskolc. Az egyik gyémántot a tavalyi avasi borangolással érdemelte ki a város. Finom borok, nyitott avasi pincék, remek koncertek, gasztronómiai különlegességek. A háromnapos rendezvény évek óta a miskolciak egyik kedvence. Két deci. Fehér, vörös, rozé, száraz vagy édes, választékból sosincs hiány, és jó társaságból sem. Az avasi borangolás egyik legvarázslatosabb tulajdonsága, hogy a macskaköves kis utcácskák, a természet és a boros pincék a belvárosból néhány perc alatt elérhetők. Nincs még egy a világon, tehát nem láttam még ilyet, hogy ilyen kis házak egy város közepén, egy hegyen. Olyan, mint a Gellért egyet betolták volna a Váci utca mellé Pesten, és kis házikok lennélek rajta. Nem véletlenül sikerült ismét gyémántot nyerni a városmarketing versenyen a borangolással. Az országos megmérettetés 5 éve indult azért, hogy ösztönözze a városokat a marketing tevékenységben. Ez az 5 év során gyűjtött 28 gyémántjával az első helyen van holt versenyben Győr városával. Tehát azt mondhatom, hogy az egyik legjobban szereplő és legjobban bizonyító városa pályázók körében. Idén 30 város 97 projektjét ismerték el, és jövőre újra nevezhetnek majd a települések.